Sziasztok, én Dávid vagyok, és ez alkalommal Samuval fogok nektek játékot tesztelni. Sziasztok, igen, már nagyon várom, régóta szerettem volna a videóba szerepelni. Akkor ez most megtörtént! Ura! Skacok, mint azt múltkor mondtam, nektek a játéktenger.hu küldött nekünk egy pár játékot, ez alkalommal például Melissa és Doug fa, lakatok és zárak játékot fogunk tesztelni, és azt mutatjuk be, hogy ezt kinek érdemes használni. Ha látjátok, akkor le van fóliázva, ugye a csomagolás az tulajdonképpen egy egyszerű fólia, ezt le fogjuk venni, és különböző lakatok és zárak, ahogy a nevében is benne van, vannak rajta, mindez egy fa keretben, de akkor én most csetintek, és amikor csetintek, lekerül róla ez a kis fólia. Na hát! Ezt hogy csináltad, Dávid? Ugye? A varázsújak. Na szóval, a játék, ha közelebbről megnézzük, akkor mondd el, mit tartalmaz. Igazából mindenki tetszés szerint találhat itt mindenféle zárakat. Van, aki az ólajtókat kedveli, azon annak itt van az ólajtós lakat. De hogyha esetleg széfet akartok nyitni, akkor arra is van itt lehetőség. Van még másik kettő, egy csomagtartó. Ugye? Ez az. Hát szerintem igen, nagyon úgy tűnik. Jó, és ez a lenti... Ez egy doboz? Ez kincses láda. Egyszerre mondtuk, majdnem. Nézzenek oda, Samu! Nagyon egyen! Ez már nagyon volt. Na, hát akkor kezdjük az egyikkel. Itt egy kulcs. Szerintem ezt kell felhasználni. Van egy olyan érzésem. Kérlek, hogy a kulcsot próbáld ki ahhoz, amelyikhez illeszkedik. Szerinted ehhez fog működni? Nem, ide nem tudom beilleszteni. Jó, valószínűleg a kincses ládához sem kell, mert itt ez egy számkódos, és a széfhez sem, ami egy tekerős, úgyhogy kizárásos alapon marad a csomagtartó. Na, nyissuk. Ki is nyitom, de vajon mi lehet benne? Egy focilabda. Ó, sőt, van még csomag a vásárlásból, és egy bevásárlókosár. Bizony, bizony. De emberek úgy látom nem ülnek a kocsiban. Legalábbis a csomagtartóban nem látjuk. Jó, köszönöm szépen. Akkor ez megvolt. Vissza tudod zárni? Igen. Marad itt? És tényleg be van zárva. Tehát amúgy nem lehet kinyitni. Jó, igen, ez jó ötlet, ezt rakjuk hátra. Na, én kinyitom ezt a bal oldalsót, az pedig a ólajtó. Ólajtó. Ezt elhúzom. Aha! Viszont az ólajtó, ez, jó, hogy ez belülről van ezek szerint, mert hogy egy nyuszira és egy rétre néz az egész, de jó pofa. Oké, ezt most becsukjuk. Akkor megpróbálom. És nézd meg, egyébként meg nem lifeg, mert hogy itt van neki egy akasztója, tehát hogy ezt csak akkor tudod bezárni, hogyha elmozdítod. És akkor van rajta egy ilyen kis biztosíték. Na jó, akkor válassz a kettő közül, melyiket szeretnél. Én tartom itt hátul. Megpróbálom feltörni ezt a széfet. Jó. Bár 26 úgy látom, az a kód szerintem. Ja, hogy ezt akarod beütni? Igen. Oké. Okay. Nem tudom, hogy kéne. Szóval 20, és akkor itt van a 6, és akkor nem nyílt ki. Fogalmam sincs. Hopp! Itt hallottam, ami kattan. Kattanás, igen. Várjál, ha mikor kattan, maradj csöndben. Igen, itt kattan. Aha, most, várjál, mert hogy 26, nézd meg, itt van egy ilyen kis bütyök. Igen, én is itt azt néztem. Van egy ilyen kis bemetszés a játékon, ahol a 2-es és a 6-os egyébként egymásnak ugye ellentétes oldalon vannak, és most tudod kinyitni, nyisd csak ki. Ó, hát valami gyereknek lehet ez a széfe, hiszen nagyon értékes dolgok vannak benne, egy játékdínó, egy rajz, ceruza, alma és könyvek. Tök jó pofa. Jó, akkor ez megvolt. Helyezzük biztonságba. Nem lehet kinyitni. Jó, és van még itt egy zárunk, ami ráadásul számzáras, úgyhogy ez eleve érdekes lesz, hogy akkor ezt most hogy lehet kinyitni. Én megpróbálok kiindulni abból, hogy van még itt egy ABC 1, 2, 3, úgyhogy megpróbálom beállítani arra, hogy 1, remélem ez az volt. Hopp, várjál csak. A 2 az a 3 előtt van. Igen. Hát nincs is 2-es. Ja, de ez, és ez meg a 3. Jó. Az 4. Ez nem nyílt ki. Ez még mindig nagyon trükkös ez a játék. Ez lesz a legnehezebb egyébként. Hány éveseknek való? Hát ő egyébként 3 évnél idősebbeknek javasolják, és nem hiszem, hogy 6-7 évesnél idősebbek tudnak vele játszani, viszont nézem, hogy
hátul van, aha, nézd meg, ahogy 0-0-0, a 0-0-0-val kell, hogy kinyíljon, mi meg onnan tekertük el, úgyhogy most újra 0-0-0. És elvileg itt ki kéne, hogy adja. Elvileg oldalra kell húzni, így. Te milyen okos vagy? De ez nekem eszembe nem jutott volna. Én meg itt nyomogatom, hogy mi nem nyílik. Ki, mi a baj? Hol? Ja, tényleg. Oda van írva. Hó. Na, hát akkor ilyenkor jó, ha van egy szülő a közelben, mert akkor legalább lehet normálisan használni. Aha, ami nekem nem volt egyértelmű. Akkor egy bizonyos kor után ez kifog az embereken. Na, viszont van itt nyuszi, varázskalap, egy ász, varázspálca, virág, meg bű. Hát gyakorlatilag ez egy bűvész doboz. Hát, ha kinyitjuk. Nekem is nagyon úgy tűnik. Tök jó pofa. Bár mondjuk az asszisztenst hiányolom belőle. Hát az a nyuszi. Csak ugyan. Na, szerintem mit gondolsz, hány éves korig érdemes egy ilyen játékot? Ilyen játékkal meglepni egy kisfiút vagy egy kislányt? 3-tól 6-5 éves korig ez még jó játék, de onnantól kicsit unalmas lehet a gyerekeknek. Jó, hát köszönjük szépen a játékot, akkor 3-tól 5 éves korosztályig tudjuk ajánlani, alapvetően szórakoztató, nem baj, ha van egy szülő is a közelben, mert akkor például nem lesz senki, akin kifogjon, bár azt gondolom, hogy lehet, hogy egy 4 éves rutinosabban nyitja ezt ki, mint nekem sikerült. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, köszönöm szépen, hogy segítettél a játékban. Nagyon szívesen. És nem tudom, hogy mondtam-e már, fönt vagyok Instagramon és Facebookon is, te feliratkoztál, bekövettél már? Persze, első dolgom volt, amit megcsináltam a fiókomat. Helyes, és hogy lehet engem megtalálni, akkor mondd el a nézőknek. Játéktesz Dávidként van fent YouTube-on és Instagramon is, ugye? Így van, és Facebookon is. Ha még nem tettétek volna meg, akkor itt jobbra lent iratkozzatok föl, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Így gyakta le egyébként az igazságligája a filmben Superman az összes szuperhőst. Figyelj, csinált egyet, hogy jött, és akkor nekiugrott, és így eldobta abba az irányba. Sőt, Batmannél meg konkrétan így fölemelte, szorongatta, és akkor egyszer csak így eldobta. Szóval indul a Paci Party, én búcsúzom, Dávid voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Iratkozzatok fel ott lent, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, és értesültek akkor minden videóról. Sziasztok! Twilight Sparkle vagyok, a barátság hercegnője. Spark, énekelj velem! Itt vagyunk, együtt vagyunk, egymásnak erőt adunk. Persze nincs nagy feje, csak különleges feje van. Supergirl, Zoknit Hold. Nézzétek csak! Sihuhuhu, sihuhuhu, sihuhuhu. Shimmer and shine, shimmer and shine, shimmer, shimmer, shimmer and shine. Oh, én már látom. Hát ha rám bízod, akkor nagyon ronda lesz. Vége a bulinak. Ennyi. Ugye? Te is így gondolod? Helyes. Skacok, mindenkinek ajánlom ezt a 6-töltényes szivacslövő forgótáras fegyvert. Csapatjátékokhoz kiváló. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok, én elmegyek játszani. Hát ez ilyen offline hangeffekt, nem? Ilyen emberi voice. Mizu Supi, ó lányok, olyan jó itt nálatok. Hát igen, nem mindenkinek van ilyen álom kemping busza. Kilő valamit, és így repül.
Mármint, hogy nem úgy, hanem hogy suhan. Mármint nem úgy, hanem hogy így... Szóval, hogy értitek? Így az éjszakában. Hűha, hát kicsit belevágtam a hajába. Sziasztok! Szállj! Énekelj velem! Itt vagyunk! Együtt vagyunk! Egymástól eljött vagyunk! Superman! Batman! Aquaman! Tök jó, azért kíváncsi vagyok, hogy meg lesz-e majd még az a másik három karakter, vagy lesz-e főgonosz például van ezekből? Ezt nem is tudom, meg kell nézni. Az nagyon menő lenne. Még az náluk is nagyobb. Bár nem hiszem, hogy a bocsinálok 30 cm-esre nagyobbat. Na mindegy, kíváncsi vagyok.